Itt azért nem buta meg hülye gyerekek voltak, még akkor sem, hogyha nyilván többségében fiatalok voltak, egyébként 10x évestől 50x évesig bezárólag mindenféle életkorú versenyzők meg emberek voltak, tehát ezek a későbbi gyümölcsei, ami a csapatnak köszönhető. És most, hogy lezártuk ezt a nagy témát a Future Reports-al, egy kis felüldülésként, mielőtt áttérnénk a jelenkorra és a jövő megpróbáltatásaira, nézzünk egy kicsit bele a mai Forma 1-es világba, egy ilyen kisebb játék, itt megkerüljük Timbót, hogy az idei szezon alapján értékelje a való életben lévő Forma 1-es pilótákat. Nem sok szó esett eddig a közvetítésben, de hát azért hallottuk a legelején, hogy mennyire komoly érzései vannak Timbónak és múltja a Forma 1-jel kapcsolatosan, úgyhogy mindenféleképpen kíváncsiak a véleményére. Egy olyan kis kitétel van ezzel kapcsolatosan, hogy ha jól emlékszem, 22 pilóta van benne, mert én beletettem mind a három AlphaTauri pilóta, akik váltották egymást a szezon közben, hogy esetlegesen mindegyik sorba maximum 4-5 pilóta kerüljön. Rajta a sorok a 2023 legjobbjai, a 2023 meglepetés szereplői, a 2023-ban ilyen átlagos teljesítménynyújtó pilóták, 2023 csalódás és 2023 legrosszabb versenyzői. Átadom neked Timbó a szót, esetleg kezdjük itt Hamiltonnal. Hamiltonnak 2022-höz képest ez egy jó éve volt. A legjobbnak nem mondanám, hiszen azért Russellnek viszonylag egy balszerencsés éve is volt, azért is verte meg ennyire magabiztosan Hamilton, ha jól emlékszem volt vagy 60 pontjuk, de azért Russellnek a balszerencséi nélkül is jobb szezonja volt, mint Russellnek. Úgyhogy szerintem tavaly, ha 2022-t írnánk, akkor csalódásai lenne Hamiltonnak. Most a meglepetés és az átlagos teljesítmény között gondolkodok, mert talán nem nagy meglepetés az, hogy Russellt most idén meg tudta verni, de nem is egy átlagos teljesítmény volt, mert igazából ahonnan indultak elég. Tehát gyakorlatilag ugye harmadik lett a bajnokságba. Best of the rest, úgyhogy tegyük a meglepetéseit. Nem, tegyük a legjobbak közé akkor. De tegyük a legjobbak közé, mert igazából best of the rest, akkor hogy lehetne mondjuk átlagos. Abszolút a 2022-es teljesítményhez képest biztosan meglepetés volt. Az már kicsit, már többen leírták Hamiltont 2022 után, nem? És most kicsit hamvaiból feltámadva ezt a Mercedes-t. Hát igen, de 2022 pekes is volt neki, és mivel nem a világbajnokságért küzdött, mint ahogy azt megszokta addig az utóbbi 10-10x évben, ezért kicsit demotiváltabb is volt 22-ben, mint például Vettel. Ugye nál is láthattuk ezt 2014-ben, miután nyert 4 világbajnokságot Vettel, hogy mikor nem a VB-et harcolt, jött egy új csapattárs Ricciardo személyébe, és ugye Ricciardo is megverte Vettelt. Ugyanezt történt Russellnél és Hamiltonnál. Ja, ahhoz képest 23 az sokkal jobban sikerült Hamiltonnak, úgyhogy tegyük a legjobbak közé. Térjünk át a korábban általad emlegetett pilótára, Russellre. Russellt hogyan értékeled itt a 2023 szempontjából? Nem, és nagyon emlékszem kiemelkedő versenyére Russellnek. Tehát nem mondom, hogy csalódás lenne, mert nem teljesített alul, de nem voltak kiugró eredményei, mint 22-ben, és hogyha például ugye Brazíliára gondolunk, ahol futamot is nyert, de azért volt több jó futama is Russellnek. Néha túl sokat is kockáztatott, ha visszaemlékszünk, voltak olyan esős időmérők, ahol még egyértelműen állt a víz a pályán, de ő már kijött slickre, mert szerette volna megnyerni az időmérőt. Én most inkább őt az átlagos teljesítményhez raknám. Nem azért, mert nem verte meg Hamiltont, hanem önmagához képest is. 22-höz, hogyha mérem, akkor mindenképpen átlagos volt. Menjünk tovább az Alpinokkal. Most első szezonját töltő Alpinnál, Pierre Gaslyról. Mi a véleményed itt az Alpinba bemutatkozó szezonján, hogy teljesített számodra itt? Én ezt le is rövidíteném neked, hogy ne húzzuk az időt. Én mind a két Alpint meglepetésbe raknám, mert az Alpin ez nem indult túl jól idén, és ahhoz képest nagyon jól összeszedték magukat a szezon végére, a szezon második felére, és közel egyenlő teljesítmény nyújtott Ocon is és Gasly is. Ha alájuk tesznek egy jó kocsit végre az Alpinnál, akkor ez a két fickó szerintem tök jó lesz a bajnokságban. Tehát ők nem átlagos teljesítményűek, ők nagyon jók. Mit szólsz az Alfa Romeókhoz? Itt elsősorban Bottasszal kezdjük, aki vezérigénysége ugyebár elvileg a csapatnak. Bottas megy lefele, úgy érzem, és Zhou már közel egy szinten van vele, bár Bottas, ha jól emlékszem, több pontot szerzett, de Zhou-t se tartom, ha nem tudom jól mondani a nevét, sokan sokféleképpen mondják. Így mondom. Én mindig kételkedek, hogy jól mondom el. Én már háromféle verzióként szoktam alkalmazni, a Zhou, Zhou, meg Zhou, úgyhogy nem tudom, melyiket kell használni pontosan. Legyen akkor a Zhou, mert az könnyű megígézni. Legyen a Zhou. Szóval Zhou már Bottas szintjére ért, és ez nem azért van, mert Bottas olyan húdan magas színvonalat képviselt volna. 2022-ben nagyon jó évet rakott össze egyébként Bottas, meglepően jót azután, hogy lapátra tették a Mercedesnél. Nekem Bottas idén átlagos volt, de hát inkább legyen csalódás. Nem tudom, többet várok Bottastól. Nem tudom, hogy megvan hozzá a képessége, de nekem most csalódás volt ez az idénye. Nem tudott a csapattársa felé kerekedni úgy, ahogy ez kellett volna. Ekkora tapasztalattal, meg ekkora sikerekkel a háta mögött. És hogyha Bottas csalódás, akkor Zhou szerintem átlagos. De semmiféleképpen nem meglepetés, mert nem teljesített kiugróan. Egyszerűen csak Bottashoz képes volt jobb most, mint 2022-ben, úgyhogy őt átlagos teljesítményre raknám. Rátérve a házokra, az egyetlen amerikai csapat a Forma 1-ben, és kicsit ilyen hazabeszélés, nem? A házt, nem tudom, mennyi köze van az e-sport csapatnak a valós Forma 1-es csapathoz. Van valamennyi. Úgy, hát én most nem mutathatom meg nektek, de a Discordon a háznak jó néhány képviselője, kommunikációs, meg információs, informatikus képviselője fenn van, akikkel, hogyha akarnánk, beszélgethetnénk is. Van nekünk itt egy Discord csatornánk, ahol csak házasok vannak az esport, versenyzők, mérnökök, menedzserek, és most mondok itt pár nevet, szerintem nem mond senkinek semmit, de itt van egy olyan, hogy Cameron Brewster, Jessica Borrell, Lauren Burton, ők az igazi Form 1-es házcsapathoz tartoznak. Úgyhogy ezeket a mezeket is, ami rajtam van, meg pulóvert, meg nadrágot is tőlük kaptuk, ők küldték nekünk a gyárból. Úgyhogy van közünk hozzájuk, de mégsem, mert azért nem érzem szükségét annak, hogy most ráírjak Jessica-ra, hogy szia, hogy vagy. Lehet érdekes beszélgetés jön neki belőle, nem? Lehet, hogy még mielőtt eljönnék a háztól, vagy nem tudom, meddig leszek itt, akkor az utolsó napokban veszem a bátorságot, hogy rájuk írjak, hogy Mizu, hogy telik a napotok, nem tudom. A ház. Nico Hülkenberg egyértelműen 2023 meglepetése. Szerintem mindent kihozott abból a házból, ami volt, és csalódás sajnos, hogy még a 9. helyet is elveszítették a szezon legvégén. Nagyon sokáig a 7. helyen is álltak, 7.-8. helyen. Nem indult rosszul a szezon, de az időmérőre jó volt ez a konstrukció, hát a jót is a házhoz képest kell érteni, a versenyeken meg nagyon rossz volt. Nagyon időmérőre lett tervezve ez az autó, és versenyeken meg nagyon koptatta a gumit, sokat fogyasztott, nem lehetett vele gyorsan menni versenykörülmények között. Azt el kell mondjam, hogy nagy Magnussen rajongó vagyok. Mióta megjelent a Forma 1-be, én az apját is láttam ugye versenyezni, Kevin Magnussen az apját. Ő nem volt egy valami nagy kiemelkedő versenyző, de a Kevin Magnussen ő jobb, mint az apja, és voltak nagyon jó versenyei. A házban is voltak nagyon jó versenyei, gondoljunk csak arra, amikor még Rozsán volt a háznál, folyamatosan 5.-6. helyeket szereztek, azt hiszem akkor 4. lettek a konstruktőri bajnokságba. A McLarenbe is, mikor leigazolt a McLaren, dobogót szerzett mindjárt az első szezonjába, vagy gondoljunk a tavalyi brazil időmérőedzésre, ahol polpozíciót szerzett ugye. De az idei éve az olyan úgy kellett volna sikerüljön, mint Bottasnak Zhou ellen sikerült 2022-ben. Meg kellett volna verje Hülkenberget, aki bár néha-néha beugrott a valamelyik Forma 1-es csapathoz, de azért Magnussen sokkal régebb óta aktív az utóbbi években, mint Hülkenberg, és ez nem Hülkenberget akarom leírni, de Magnussentől többet várok, úgyhogy Magnussen teljesítménye most nekem idén csalódás. Kemény vagy a kedvencedhez. Igen. Én magammal szemben is kemény vagyok, és azokkal szemben is, akiktől sokat várok. Akkor menjünk is tovább, itt a Red Bullra, Max Verstappenre és Sergio Perezre, itt a közepénél pont talán az egyik, hát személyes véleményem szerint legkiemelkedő pilótát a mezőnyben. De hogyan értékeled? Hát ugye Verstappen nem fogom a legalsó kategóriában lakni, csak a legfelsőbe lehet, tehát itt nem lehet. Alapvetően én, mióta Verstappen megérkezett a Forma 1-be, azóta nagyon kedvelem a versenyzési stílusát. Ilyen határozottan, ilyen jó értelembe véve agresszívan kell versenyezni, és ennek is köszönhető a 2021-es világbajnoki címe. Véleményem szerint abban az évben semmelyik másik pilóta nem lett volna azzal a Red Bull a világbajnok csak Max Verstappen, és ebbe beleértem Hamiltont is. Tehát ha Hamilton vezeti a Red Bullt és Verstappen a Mercedes-t, akkor bőven nagyobb előnye megnyerte volna Verstappen a világbajnokságot. Verstappen 2018-19 óta tehát egy nem annyira veszélyes, de nagyon gyors vezetésre, és ahol már volt elég tapasztalata ahhoz, hogy fel tudja mérni, hogy az agressziónak hol vannak a határai, ami az, ami még belefér, vagy mi az, ami nem, és mi az, ami muszáj, mert ilyet is láttunk mondjuk 21-ben Brazíliában, vagy éppen Jeddában, és egy nagyon kiforrott versenyző lett, piszok gyors, én szerintem a valaha volt leggyorsabb Forma 1-es versenyző a történelemben. Sajnos hallom nyilatkozatából az, hogy nem tervez nagyon-nagyon sokáig versenyezni. Én szerintem Max Verstappen minden rekordot felülírhat a Forma 1-ben, hogyha elég kitartó és elég sokáig lesz ott, és meg is kapja legalább a második legjobb autót, mert 2021-ben is a második leggyorsabb autó volt az övé, és azzal lett világbajnok. Szerintem nem is kell feltétlenül a leggyorsabb autó neki, én csak bízni tudok ebben, hogy sokáig láthatjuk őt. És akkor itt van Checo Perez, aki második lett a bajnokságba. Hogyha ezt így kimondjuk, akkor azt mondjuk, hogy elérte a maximumot gyakorlatilag, de nem volt azért egy jó éve. Főleg itt a második fél évre gondolok, ahol nagyon bukdácsolt, Q2-be is már alig bírt bejutni legtöbbször, meg Q3-ba, meg nagyon ritkán. Versenyen meg nem tudott úgy feljönni ezzel a Red Bull-al, úgyhogy nem tenné, hát legjobbak közé semmiképpen nem tenném, meglepetések közé se tenném, hiába ez a jó eredmény, nálam ez egy átlagos teljesítmény Checótól. Mindenben egyetértek veled. Szuper! Én gondolkoztam benne, hogy majd itt belekötök néhány dologba esetlegesen, amit nem értek veled egyet, de egyelőre nagyjából mindenben egyetértek. Lehet oda is elérkezünk egyszer, mikor nem fogsz. Még van itt néhány pilóta. Mi a véleményed az idei szezon egyetlen nem Red Bull-os futamgyőzteséről, Carlos Sainzról? Őt hogyan értékeled ebben az évben? Most bajba vagyok, mert Carlos Sainznak a képességei szerintem Charles Leclerc alatt van. Charles Leclercnek viszont nem volt egy jó idénye. Sokat küzdött, főleg a szezon első felébe, meg a közepén. Sainz meg jobban kiismerte ezt a Ferrarit. És most azon gondolkodom, hogy a legjobbjai közé tegyem, vagy a meglepetései közé 2023-nak, mert bár ő az egyetlen futamgyőztes azok közül, akik nem Red Bullosak. De az a baj, hogyha Sainzot oda rakom a legjobbak közé, akkor Leclerc is oda kell raknom, és azt meg nem akarom, mert Leclerc magához képest meg nem szerepel túl jól. Végül Sainz előtt végzett, de nem tudom, beteszem, megérdemli a kis kárlító legjobbjai közé. Ebben lehet, hogy nem értesz egyet. Én egyetértek alapvetően, szerintem Leclerc magának a nyers tempója Sainznak alatta van Leclercének. Leclerc viszont alul teljesítette magát ebbe az évbe szerintem. De ebben nem fognak sokan egyetértélve, nem, sőt meg fognak utálni a Leclerc fannak, de hogy szerintem ez nem volt egy kiemelkedő éve a Ferrarisnek. Vannak olyanak, biztosan nem. Hát, aki nem elfogult, azt látja, én nagyon szeretem a Ferrarit, és szurkolok is nekik, de szerintem a Ferrari addig nem lesz világbajnok, amíg nem lesz ott Max Verstappen, és remélem, hogy ott lesz egyszer Max Verstappen. Na, az lesz a jó kombináció. Jó, és hát így Leclerc szerintem egy átlagos csoportba kerül a részemről. A szezon egyik nagy meglepetés csapata a kezdeti forma után, a McLarenben. Hogyan értéked a vezéregyéniségét a McLarennek, Lando Norris-t? Lando Norris mindenképpen, bár nem nyer futamot, de sok második hely, sok harmadik hely, egyszerűen nem jön ki neki a lépés, hogy futamot nyerjen, szerencsétlen. Azt nem tudom eldönteni, hogy világbajnoki alapanyag-e, mert nagyon sok ilyen nagyon jó pilótát láttam, mint Lando Norris, aki addig, amíg úgymond underdog pozícióban van, nagyon-nagyon jól szerepel, még nem láttuk olyan erős autó, meg olyan pozícióban, amikor viszont nagy a tét. Úgyhogy őt mindenképpen 2023 legjobbjai közé teszem, de ezt én muszáj volt róla megjegyeznem, hogy ugye igazából egyszer volt, sőt kétszer volt esélye futamot nyerni. 2022 vagy 2021, hol nyert Ricciardo? 2021-ben, Monzában. Tehát ott ugye Norris második lett, ott nyilván ott volt egyértelműen esélye nyerni a futamot, és Szocsiban volt még esélye, ott rosszul döntöttek egy ilyen gambling szituációba, de más esélye még nem volt futamot nyerni, és ezen felül kihozta maximumot. A csapattársa, az újonc ausztrál fenegyerekről, mi a véleményed? Egyértelműen pozitív meglepetés, de nem több nekem. Azért egyszer-kétszer elkapta Norris, de azért Norris sokkal kiegyensúlyozottabb és jobb teljesítmény nyújtott Piastrinál, úgyhogy nálam Piastri nem tartozik a legjobbak közé még, de jó úton van felé, de viszont simán a 23 meglepetései közé be lehet rakni. Nagyon kiválogattad ezt egyébként, mert a legalsó kategóriában nem került, nem laktam még senkit, de mármint a sorrendet, ahogy itt most elhozod nekem. Csak úgy, ahogy érzem, úgy jönnek a pilóták, de akkor lehet, hogy most bele fog csatlakozni valaki a legrosszabb, a legalsó kategóriába. Legalábbis az én személyes preferenciám közül biztos, hogy nem akar befolyásolni. Én oda raknám az idei teljesítményét, pont a fordított utat járták be, mert a McLarennel egyetemben az Aston Martin. Erős szezon kezdetük volt, és aztán legyengültek, de szerintem az Aston Martinnál a szezon végi formánál még gyengébb volt Lance Stroll teljesítménye. Te hogyan értékeled ezt? Most azon gondolkozom, hogy a csalódások közé tényleg a legrosszabb versenyző közé, és egyik se lenne meglepetés. Most gyorsan még megnézem, hogy kik vannak még: De Vries, Sargent, Tsunoda, Albon, Stroll. És itt van még Ricardo meg Lawson-t is vetettem is. Ricardo meg Lawson, hozzájuk képes is kell néznem egy kicsit. Volt egy-két jó futam a Strollnak, de amilyen jó volt ez az Aston Martin, ahhoz képest azt hiszem, hogy harmad vagy negyed annyi pontot szerzett, mint Alonso. A csalódás az nem elég erős kifejezés szerintem erre a szezonra, amit tudom, hogy nagyon nehezen indult neki csuklótöréssel, de még akkor még jobban versenyzett, mint a szezon közepén Stroll. Tehát egyszerűen akkora zsákutcába került az ember, hogy nem tudott belőle kijönni, úgyhogy sajnálom Stroll, de legrosszabb versenyző egyike vagy 2023-ban. És a spanyol csapattársát hogyan értékeled? Hát, az nincs ember, tehát nagyon elfogultnak kell lenni negatív irányba vele szemben, hogyha valaki nem akarja a 2023 legjobb ügyek közé tenni. Egyszerűen parádés a csávó, veterán, mindenféle tapasztalattal felhalmozva, más kategóriákból és a Forma 1-ben meg pláne. Nagyon szerettem volna nyerjen egy futamot idén, reméljük jövőre összejön neki. Én nagy Alonso fanatikus vagyok alapvetően, úgyhogy... Na, tényleg. Úgyhogy én szurkoltam a 33. győzelemért, de nem jött össze. Képzeld el, hogy én az lettem, de én nem voltam az. Tehát én nagy Schumacher fanatikus voltam 90-es évek végén, 2000-es évek elején, és ugye megnyert sorozatban ugye ötvilágbajnoki címet a Ferrari-nál Schumacher, és aztán jött ez az Alonso nevű figura. Aztán elgáncsoltak Ronhaart 2005-ben meg 2006-ban is, inkább 2006-ban meg 2005-ben nem volt Schumachernek esélye. És nagyon nem szerettem meg, egy kicsit ugye pökhendi volt, elég rossz stílusa van, vagy volt, most meg már azért meg már közel 60 éves. Ezért most már ez a stílus ilyen pozitív, főleg ilyen teljesítmény mellett, mint amit nyújt, úgyhogy most már nagyon szurkolok neki, meg nagyon szeretem. És akkor átkörülve a Williamsre, Logan Sargentre és Alexander Albonra. Őnekik milyen volt számodra a teljesítményük ebbe az évben? Hát Sargentnél rövid leszek, és sarkas, vagy sarkalatos, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Egyértelműen 2023 legrosszabb versenyzői közé tenném, és nem is értem, hogy miért kellett őt megtartani. Lehet, hogy ennyire gyér most a piac, hogy nem tudtak egy jobbat oda tenni, vagy csak azért, mert amerikai, még adnak neki egy évet, hogy annyi pénzt hozza Williamsnek, nem tudom. De ő nem idevaló, és sajnálom egyáltalán, hogy itt van. Aztán remélem, hogy rám cáfol majd, mert nem akarok vele kapcsolatban csak negatív indulatokat táplálni, de egyszerűen... Ezt most megkaphatja, és összeszedi magát, nem? Igen, biztos. Szóval mivel ilyen kevés és korlátozott hely van a Forma 1-ben, minden ülésre szeretnék legalábbis a nem jó teljesítményű pilótát látni, mert mindenki nem fog tudni a legmagasabb szinten versenyezni, de legalább legyen benne potenciális. Például Stroll, ugye oda tettem a legrosszabb versenyzők közé, de benne van azért potenciál. Tehát azért szerzett dobogókat, a versenytempója kiváló, időn nem jó, de van benne potenciál. Sargentben még potenciált se látok. És a csapattársában Albonban látsz potenciált? Vegyes érzéseim vannak, mert én a Toro Rossónál nem gondoltam soha azt, hogy ilyen nagyon gyors lenne, de ott ugye adták egymásnak a kilincset a pilóták, a Toro Rosso és a Red Bull között nyíló ajtónál, és Albon is oda került, és egyébként nem indult olyan nagyon rosszul, sőt futamot is nyerhetett volna, hogyha Hamilton nem bombázza ki Brazíliában. Aztán belekerült egy negatív spirálba, és a Williamsnél magára talált őt. Ő átlagon felül teljesített ezzel a Williams-szel, úgyhogy mindenképpen a meglepetés kategóriába raknám. Ő húzta a Williams-et. Itt a négy AlphaTauri pilóta maradt a végére. Kivel szeretnéd kezdeni itt? Kezdeni az, akivel elkezdte az évet az AlphaTauri, vagy akivel befejezte? Nick de Vries, nagyon gyorsan és könnyen beteszem szívesen a legrosszabb versenyzők közé. Tavaly egy versenyen indult, ugye, beugróként, és pontot szerzett, kicsit túl lett értékelve, ez idén derült ki. Ennyire volt képes a srác, szerintem boldog, hogy Forma 1-es pilóta lehetett, és ennyi volt benne, de egyszerűen nem ide való. Utána, mondjuk, hogyha Lawsonról beszélünk, ő basszus, ugye meglepetéssel már tele vagyunk, ott már megvan az öt. Őt nem tudom a csalódásba rakni, vagy a legrosszabbak közé, mert kicsit hasonló pályát jár be, mint amúgy Nick de Vries. Beugrósként volt egy jó futama, meg volt egy rosszabb. De csalódásra nem tudom mondani. De ha meg az átlagoshoz berakom, akkor már nem jut hely Riccardónak, aki... Tehetünk kivételt ezzel kapcsolatosan szerintem. És akkor Tsunodától rakom. Elég érvet adtál, hogy több pilótát rakjunk a meglepetéséből a legjobban. Jó, akkor Lawsont rakjuk be az átlagosba. Nem tenném meglepetésbe, mert volt egy jó futama, de a másik futama, nyilván első futama volt, ahol nem szerzett pontot. Nem is volt elvárható tőle, de... Hát ez így... Ja, tegyük be átlagosnak. A meglepetés az több kell, ez a második legjobb kategória. Aztán van itt egy Tsunodánk, meg egy Riccardónk. Riccardó nagyon nagy hype-ot kap. Volt is egy jó futama Mexikóba, ahol Tsunodának is lehetett volna jó futama, és én egész végig figyeltem Tsunodát is, hogy jobb tempója volt egyébként Riccardónál, és mivel ugye nem sikerült a kvalifikáció, ezért Tsunodának hátulról kellett jönnie. Vagy nem emlékszem, nem sikerült el a kvalifikáció vagy büntetése volt, de a lényeg, hogy hátulról jött, és nagyon szépen jött felfele. Nekem sokkal meggyőzőbb volt Tsunoda, és összességében... rendelkezett, nem vagyok benne vissza, hogy nem lehet. És aztán elcseszte saját magának azt a futamot. Semmiképpen nem raknám az első két kategóriába, de viszont húzta ebbe a szezonba az AlphaTaurit. Én egy szintre raknám a Riccardóval. Szóval én mind a kettőt beraknám az átlagosba. Tehát csalódásra nem csalódás egyik sem, mert Riccardó is jól jött vissza. De ettől felfele vagy lefele nem vinném őket, átlagos. Szerintem Riccardó kicsit túl van hype-olva. Én nem látom azt benne, amit mások. Voltak villanásai a Renault-nál, voltak villanásai a McLarennél, de összességében, hogyha egyben nézzük a képet, akkor nem egy világbajnok alkat Riccardó. Sajnos. Viszont a széles mosolya sok mindenkit levesz a lábáról. Hát hogy mondanák, ilyen szlengesen nagy forma, nem? igen, mindenképpen az. Egy üde színfoltja egyébként a Forma 1-es gridnek, és nem is lassú, tehát ha azt mondanám, hogy lassú, akkor hazudnék. Gyors, de képes néha ilyen kiugró teljesítményre, de folyamatosan jó teljesítményre, mint azok a pilóták, akiket odaraktunk a legelső sorba. Az nem az a kategória, Riccardó az nem az a kategória. Meglepetései lehet, hogyha mondjuk két-három nagyon jó versenyt összehoz jövőre, akkor 2024 meglepetései lehet, hogy lesz, de ettől több nem. Akkor ezek voltak Timbónak a 2023-as pilóta rangsora itt az elmúlt évre, és akkor várjuk mind a ketten szerintem, itt a 2024-es szezon, már a teszteket is én már nagyon várom, hogy hogyan alakulnak itt az erősor ennek a csapatok között. De akkor térjünk is vissza itt a virtuális világba. Ott hagytuk abba, hogy a Flash megszűnt. De ettől függetlenül még mindig két pilótát, Fotont és Steve-et a szárnyad alá vetted, mondhatjuk így talán, és 2023-ban közösen a Challengers-be kvalifikáltatok. Ez hogyan nézett ki ezek után, vagy megmaradt a jó kapcsolat, vagy ez hogyan kell? Igen, igazság szerint Fotonnak már az előző szezonban is megígértem, mikor ugye Kristófra segítettem, hogy abban a szezonban, tehát a tavalyiban már Foton fogom. Ezt az ígéretemet tartottam. Nagy nehezen sikerült bejutni Challengersbe, mert az első event az nem jött össze, a második az már összejött, és Fotonnal rengeteget készültünk külön, akkor még ugye Steve-vel nem, mert ugye ez így nem volt megbeszélve, hogy Steve-nek is segítek, és ellenfelek is voltak gyakorlatilag, úgyhogy Az első futamra úgy készültünk, hogy csak Fotonnal. Ki is dolgoztunk szerintem egy tök jó stratégiát, de nem jött össze úgy az eredmény, ahogy szerettük volna. Viszont ugyanazzal a stratégiával, meg Steve azt mondta, hogy megnyerte volna a futamot, és ugye 4. vagy 5. lett azon a futamon, pedig úgy ment Bahreinbe, hogy nyerni szeretne, kicsit csalódott volt, sőt nagyon csalódott volt, és mondta, hogy mi lenne, hogyha mind a kettőjüknek segítenék, mert annak több értelme van, meg hogy ugye lehetett látni benne a potenciált, és akkor onnantól kezdve már együtt dolgoztunk, Fotonnal és Steve-vel is, meg ugye, hogy mondtam még az adás idején, Big Bencével együtt a versenyeken, gyakorlásokon meg többnyire 3-an voltunk, de Bence is ott volt, meg néha Jani is, arra már nem emlékszem pontosan, de szerintem Jani is jött többször is. És így alakult, és nem volt a legjobb szezonja, hát Fotonnak egyáltalán nem, egyszerűen vagy nem feküdt neki az előző játék, vagy nem tudom mi volt, igazából az időmérő volt a kulcs. Azok nem jöttek sose úgy jól össze, és mindig hátulról kellett feljönni, és mindig tudtunk feljönni, de csak annyira, ami épp elég volt pontszerzésre, hiszen azonos teljesítményű pilótákról beszélünk, vonatba mennek, hát láttatok már e-sportversenyt, meg Challengers versenyt is, nagyon sok pozíciót nem lehet hátulról javítani. Szóval a bekezdés ráadásul 18 pilóta indult a legutóbbi szezonban, ha ilyen 15-16 ilyen helyekről indulsz, akkor egyszer nincs benne az, hogy egy dugó környékén végzel, a pontszerzésnek ott már nagyon-nagyon lehet örülni, hogyha javítasz 4-5-6 pozíciót, és hát nekünk 3-4 futamon sikerült Fotonnal pontot szerezni. Steve-vel meg voltak emlékezetes futamok, futamot nem sikerült nyerni, mert Alfie Bacser és Özüldöröm nagyon felette volt a mezőnynek azzal a játékkal, de egy-két dobogó összejött, meg erős pontszerzések, úgyhogy így sikerült. Innen is utólag gratulálunk ehhez a teljesítményhez, mondhatjuk így talán, így. Hát a pilóták érdeme. Térjünk át itt, amivel most foglalatoskodsz, a két dolog itt az F1-jel kapcsolatosan. Az egyik itt az Iron Man Liga. Ennek a kialakulását, ezt mikorra tennéd, meg úgy összességében hogyan jött ez az 100%-os futam így megbonyolítva? Meg nem mondom neked, hogy ez mikor alakult, azt tudom, hogy a 2021-es játékkal már volt Iron Man Liga, egyszerűen sok, tehát a mai napig előfordul, hogy a Fest csatornán még fenn vagyunk festesekkel, volt festesekkel, és kedvünk támadt játszani, de már ezek az ötkörözések már unalmasak voltak, már sokat ötköröztünk, és mondtam nekik, hogy mi lenne, ha mennénk egy 100%-os versenyt így fánból. Mondjuk, hogyha meg fán, akkor meg legyen teljesen fán, hanem legyen Monaco. És akkor így mentünk egy ilyen futamot, így elszórakoztunk, és mindenki jól érezte magát, meg egyben kihívás is volt, ugye mindenki rendesen leizzadt, azért mindenki jól is akart szerepelni, mert akármilyen fánt is tolnak ezek a srácok, meg egyébként mindenki, aki Forma 1-en játszik, mindig próbál, meg szeretne a legjobb helyen végezni, ahol tud. És akkor így ez így bejött az embereknek, és akkor mondtam, hogy mi lenne, hogyha csinálnék egy ilyen fan ligát. Ugye Timbó Iron Man League, nyilván mert én csinálom, azért Timbó, Iron Man azért, mert teljes versenytávú, ami ugye ha mai futamokhoz képest, 50 meg 25%-os futamokhoz képest, ami a ligák nyomnak, ahhoz képest Iron Man, és még azt teszi még Iron Man-nél, hogy ugye különböző akadályok vannak benne, vagy ilyen nehézítő körülmények, mint a változó időjárás. Szóval ez volt a koncepció, és lenyomtunk így egy szezont, nem tudom, 6-7-8 versennyel, akkor még tényleg ilyen full, úgymond baráti alapon mindenki indulhatott, gyakorlatilag ilyen open lobby szintű volt a mag, mondjuk így Steve, én, nem tudom, még egy pár Sony, Gab, volt egy ilyen 5-6 fős mag, akik mindig elindultak, és hozzánk lehetett csatlakozni. Tehát ugye tesztelni se kellett, meg semmi, egyetlen egy elvárás volt, hogy mindenki normálisan versenyezzen, tehát senki ne végezzen ki senkit, élvezetően csináljuk. Így ment el az első szezon, és mindenkinek ilyen egy Discordon is voltunk, tehát beszélgettünk is közben. Mindenkiből ilyen pozitív érzéseket váltott ki, meg tök jó volt, megbonyolította a futamot, meg visszahozta az esélytelent is az esélybe, az, hogy safety károk voltak, és hogyha jókor váltottál egy jó SC-nél, jó gumira, akkor jó helyen is végezhettél, akkor is, hogyha lassabb voltál, mint mondjuk egy Challengers-es vagy esportról, mert akkor, mit tudom én, hogyha ment egy Challengers-es fánból már vezette 30 másodperccel, és beszedett, nem tudom, 9 másodperc büntetés, mert úgyis tök mindegy volt, jött egy SC, mondjuk a futam vége fel, akkor végül is megelőzted, ugye. És annyira jól sikerült ez a szezon, hogy megkérdeztem Danit is, hogy van egy ilyen, tök jó érező magunkat, akar-e jönni. Azt mondta, hogy hát megnéz egy futamot, aztán majd eldönti. Aztán megnézett egy futamot, és mondta, hogy ez baromi jó, legjobb, egyik legjobb Forma 1-es élménye, mármint egy szimulátorban, hogy izé, akkor még szimulációs törésre is mentünk ráadásul, hogy mennyire kell vigyázni, és hogy futam, nem kell szenvedni az időmérően, vagy a one-shot, mert ugye e-sporton is, meg PSG-elbe is, meg Voron is az van, hogy full qualiban beülsz a boxba, és akkor ott várod, hogy teljen az idő, és akkor mész egy-két kört, egy óra alatt mész 3-4 kört összesen. Vagy 4-5-öt, attól függ, hol esel ki. Itt meg ugye egyből versenyzés, meg változó körülmények, safety car, na mindegy, az a lényeg, hogy Daninak is bejött a történet, és mivel Dani itt volt, ezért egyre többen akartak jönni. Na hát akkor onnantól kezdve már valahogy szelektálni kellett, akkor már jobban számoljuk a pontokat, akkor különböző versenyzők ajánlottak fel nyereményeket is, akkor már nyeremény is volt, szóval így indult. Ja, igazából a második ligától, vagy ja, ligaszeszontól számítanám ezt komolyabbnak, de az elsőt is számításból veszünk, amit ugye Steve megnyert egér csapattársaként, de mivel volt egy olyan szabály, hogy 50%-ának a futamnak részt kell venni, ezért egér nem kaptunk a bajnoki címet. Lusta volt, így csak Steve. A második szezontól kezdve gyakorlatilag rendes ligaként működik itt az Iron Man Liga, mondhatjuk ezt is itt a szelektálással. Mennyire okozott neked az így első körbe fejtörést, hogy nincsen az a fajta háttérmunka abból a szempontból, ami a egyfajta esetleg, mint liga vezetőként biztonságot adhat abban, hogy a mezőny teljes mértékben fel egymással, itt az óvásokra gondolok, és ezeknek az értékelése. Ezt mindenféleképpen ezt még nem láttam ilyet, hogy ezt így ennyire kivettük, de abszolút működött, és én úgy látom, hogy a pilóták figyelnek egymásra, mennyire csak tudnak. Nagyon. Ez már az elején is ki volt mondva, hogy már az első szezonban, amit megszerveztem, hogy figyeljetek srácok, én nem fogok megkérni senkit, és én sem akarok vele szenvedni. Fair küzdelem legyen, mindenki fair legyen a másikkal, és akkor nem kell ilyen szívni itt a büntetésekkel, meg óvásokkal, meg ez mindig ugye negatívat szül, hogy most valakit beóvnak, akkor egyik haragszik a másikra, akkor abból lesz, vagy lesz egy büntetés, vagy nem lesz, ha volt, akkor ez miért volt büntetés, ha nem volt, akkor ez meg miért nem volt büntetés, mikor kirakott a pályára, stb. Úgy gondoltam, hogy ezt meg tudjuk magunknak spórolni, és mindenki azzal megy, amivel rendelkezik. Hogyha büntetéssel rendelkezik, akkor azzal megy végig, amit ugye a pályán beszed, akkor is, hogyha jogtalan, a határokat egy kicsit szűkebbre kellett ugye szabni. Nyilván vannak szélsőséges esetek, mikor valaki szándékosan kiüt valakit, vagy szándékosan csinál safety cart, vagy hasonló dolgok vannak, ebben az esetben büntetek. Tehát valaki beküld nekem egy ilyet, akkor azzal foglalkozok, és hogyha jogosnak találom, akkor megy a qualiban, megy a versenyban, vagy a teljes kitiltás, már mindegyikre volt példa. Sajnos. De ezek azért kellenek, mert így akkor észnél vannak a versenyzők, hogy bár nincsen bíráskodás, de azért van egy határ. Nyilván, hogyha valakire sokan panaszkodnak, akkor is kikerülhet, hogy folyamatosan hülyeséget csinál. Úgyhogy ez így bejött, és ez tök jól működik, és ez így, remélem így is marad, mert nem szeretnék foglalkozni ezzel. Hogyan jött itt a Timbó Iron Man Ligának az életébe az, hogy egyre jobban itt külföldi megkeresésekkel, már egyre több külföldi pilóta csatlakozott be a ligába, és gondolom ennek köszönhető az, hogy most már teljes mértékben úgy kinőtte magát a liga, hogy a Voron is közvetítik, és angol kommentára megy a liga. Ezt te hogyan értékeled azt, hogy egy ilyen baráti társaságból, egy ilyen baráti kis fun versenyzésből már egy ilyen szinten komolyan vett esemény lett? Ami jó, az utat tör magának, szokták ugye mondani. Ugye néhány szezonnal ezelőtt, azt hiszem, hogy a 4. szezonban, nem tudom most megmondani melyik szezonban, de volt egy olyan ötletem, hogy, és ez egy kísérlet volt, és egyébként az Iron Man Liga folyamatos kísérletezést jelent, vagy kijelentett. Próbálkoztunk már szimulációs töréssel is, ahogy mondtam, akkor az túl sok versenyzőnek rontja a versenyt, akkor azt kivettem, levettem a safety car reducerre, akkor meg nem volt safety car, akkor visszatettük standardra, és akkor volt egy olyan próbálkozás is, ahol nem 100%-os futamot mentünk, hanem két 50%-os futamot, az egyik safety car nélkül ment, a másik meg safety carral, és És én akkor már az R8G-be voltam, ugye a Haas meg az Alfa Romeo csapatába. És mondom, hogyha van több esport pilótám, akkor már ott volt Steve, meg Foton, meg Dani. Mondom, megkérdezem a srácokat, hogy van-e kedvük jönni, és mondom, akkor ha igen, akkor követjük a PSG-nek a naptárát, és akkor az tök jó felkészülés oda is PSG-re, mert azokra a világbajnokság előtt komolyan készültünk egyébként is. És akkor nálunk lehetett stratégiákat gyakorolni, meg setupokat, meg stb. A T-ligáról beszélek. És akkor a Ronhaár azt mondta, hogy persze jön szívesen, meg akkor tud csatázni Danival. Akkor mondta az Ulási, a zöldöröm is, hogy persze szívesen jönne. És tök jó versenyek is voltak, meg jött egyszer a Fanerben is. És akkor gyakorlatilag így kerültek oda. Mert megkérdeztem a Sipos Patrikot, mint magyart. Magyar ligába lenne kedve jönni, ő is jött egy párszor. És így jöttek. Igazából így jöttek, és a különböző pilóták, mint az Opmeer, ezt látta ezeket a versenyeket, azért mert a csapattársa egyszerűen Dani, sőt még Jake Benham is beugrott valamelyik ilyen futamra, hogy milyen jó futamok vannak itt, és a gyárban elég monoton a munka, meg az esport felkészülés alatt mindenkinek nagyon monoton a munka, és Opmeer mondta egyszer, hogy ő szeretne ő is jönni, kipróbálni, és így került ide. És miután az Opmeer ide került, utána már ő a legnagyobb név F1-es sporton belül, és mikor ő közvetít, az 3-4-5 ezeren nézik, köztük esportolók is, ezért többen is akartak csatlakozni, többen is csatlakoztak, meg nagyon sok megkeresés volt, amit vissza kellett utasítsak, esport meg Challengers versenyzők közül is, mert egyszerűen nyilván aki már kapott állandó ülés, akkor őt nem fogom kitúrni. És az 5 amatőr csapatot meg mindenképpen meg akartam tartani, mert ez az egész ligának a gyökere. Az amatőr versenyzés, meg az, hogy jól érezzük magunkat, együtt az esportolókkal, ugye ez már volt a legelső szezon óta. Úgyhogy ezt a jellegét megtartva a ligának futottunk bele, és miután jó volt az előző szezon is, ahol már Opmeer is csatlakozott, és nagyon sokan nézték Opmeert, úgy gondoltam, hogy a mi elérésünk sajnos nem túl nagy, ilyen kicsi a csatornán még, 800 követő van, vagy feliratkozó, és az előző szezonban még csak 600 volt, ilyen 20-30-40-en nézik nálunk élőben a futamokat, és úgy voltam vele, hogy igazából annyira jó a show, hogyha már Dani is azt mondja, hogy nagyon jó, meg Opmeer is azt mondja, hogy a kedvenc ligája az Iron Man Liga, akkor megérne talán annyit, hogy ezt nagyobb nyilvánosság elé is tárjuk, és én jóba vagyok a PSG-nek, meg a Warnak és a vezetőjével. A War vezetőjével személyesen is jóba vagyok, mert találkoztunk az esporton, sokat beszélgettünk, és megegyeztünk a Warra, hogy náluk lesz közvetítve, és nem volt számomra nagy meglepetés, hogy minden futamot 1000 feletti nézettséggel tudnak sugározni. Ez nekik is jó volt, mert ez nekik hozza az új feliratkozókat, meg nézőket, meg nyilván ők ekkora nézettségnél pénzt is kapnak a közvetítésekére a YouTube-tól, bár nem olyan nagy pénz ez, és a szponzoroknak is tudják mutogatni azt, hogy nem csak egy olyan versenyük van egy héten, ami sok nézőt vonz, hanem 2. Meg nekünk is jó, hogy hogy maga a liga, én is például említve vagyok ezzel mindenhol, az egész social médiában, Twitteren, meg mindenhol, ez nekem is jó igazából, még több kapcsolatot tudok építeni, meg a ligának is jó, a grafikusunknak a grafikáját használják is, ő is ismertebbé válik, a versenyzők legendálká, sztárokká válnak gyakorlatilag, a magyar versenyzőkről beszélek, hiszen hogyha egy Dani Macsala csatázik egy Járnó Opmeerre, és néha meg is tudja előzni, még Dani Macsala, hogy vissza tudja előzni, vagy Gab sokszor találkozik Járnóval, és nagyon könnyen megjegyzik a nevét, főleg mikor általában köztük mindig van egy kis kontakt is. És Gab nem mindig adja magát, ez már nálunk is a közvetítésből többször előjött. Gab, amikor valami e-sportól jön mögötte, akkor általánosságban nem könnyen szokta adni azt a pozíciót. Nem. És valamikor mondom is neki, most Magyarországon is mondtam neki, hogy Gab, engedd már el, Ulás jött mögötte, meg nem tudom ki, Ronhaár mögötte. Mondom, csak feltartod őt is, És a saját versenyedre kell most koncentrálni, mert hogyha csatázol vele, időt veszítesz, és nem fogod tudni tartani, érted? Nem tudsz velünk jönni, mert ugye fontos lenne, hogy ő is minél jobban menjen, ugye, mert csatában mondjuk a bajnokságban, az amatőr bajnokságban abban. Tehát ő makacs, és ő nem engedi el senkit, tudod. Őt nem érdekel, hogy veszít fel 3 vagy 4 másodpercet a csatában, ő nem engedi el. Pedig vannak olyan esetek, ahol jó lenne, hogy elengedni. Vannak olyan esetek, ahol tök mindegy, persze csatázom, meg én sem szoktam mindig mindenkit elengedni, hogyha megnézitek a brazil versenyt, akkor ott körökön át nem tudott Warren megelőzni, meg Dani se tudott megelőzni, meg volt egy-két ilyen futam, Mexikóban is fennakadtak rajta, Opmeer is, meg Warren is, és szóval nem kell minden esetben mindenkit mindig elengedni, de mikor a helyzet, a szituáció megkívánja, akkor nincs értelme, és hát Gab ezt nem mindig látja be, úgyhogy lassan be kell lássam, mert pontokat kell szerezzünk. Összességében hogyan látod itt a Timbó Iron Man Ligának a jövőjét? Itt véget ér két futam múlva a szezon. Várható a közeljövőben újabb szezon, vagy összességében mi az, ami a következő lépés lehet szerintem a liga szempontjából? Lesz új szezon, február 8-án indul a 8. Iron Man Liga. Megigyeztünk a Warral is, hogy sőt, ők kérdezték meg, vagyis hát nem is kérdezték, hanem mondták, hogy nehogy elvigyen máshova, hanem ők mindenképpen akarják folytatni a partneri kapcsolatot. Úgyhogy Warnál is lesz. Magyar nézőket, akik ezt a podcastet nézik, az őket mindenképpen bátorítom arra, hogy a magyar közvetítést nézzék, hiszen bár nagyon jó a War közvetítésnek a színvonal is, de szerintem a magyar az még jobb, sokkal jobb. Jobbak a grafikáink, jobbak a kommentátorjaink, nézzétek azt minél többen. És van jövője. Egyre több, főleg a tapasztaltabb pilóták, akik már sok esport szezon megéltek, egyre többen mondják azt, hogy át kéne váltani 100%-os futamra. Gyakorlatilag én nem is értem, hogy miért 50%-os versenyeket megyünk, mikor képesek ezek a versenyzők 100%-os versenyen is menni, és szerintem az izgalmasabb stratégiailag is, meg versenyzésben is. Csak mondok egy apró példát, hogyha törik a verseny elején a szárnyad, mondjuk egy 50%-os futamba, akkor ott már a végén van egy esporton, mondjuk. De egy 100%-os futamon, hogyha megvan a tempód, hogyha gyorsabb vagy 1 vagy 2 tizeddel, mint a legtöbben, akkor még onnan is vissza tudsz jönni, mert most veszel egy 70 körös nagy díjat, akkor hogyha 1 tizeddel gyorsabb vagy a pilóták nagy részénél, akkor ugye az 7 másodperc egy egész futam alatt. Sainzre meg 5. Tehát vissza tudsz jönni egy futamba, egy 100%-os futamon egy töréssel is, hogyha szárnyot kell cserélned. Nagyon sok ok van arra, hogy 100%-os legyen az esport, úgyhogy nem csak a T-ligának van jövője, hanem a 100%-os futamoknak is szerintem. Szerintem hamarosan másolni fognak más ligák is minket, aztán majd meglátjuk. Hát ugye a PSG-ben már láthatjátok is, aki követi, hogy ott már az egyik ötletünket, ami egyébként Janinak volt az egyik ötlete, hogy várt, hogy a pályát ne lehessen előre tudni. Ugye előző szezontól kezdve csináljuk így, tehát már hónapokkal ezelőtt mi ezt már bevetettük, és a PSG meg ellopta az ötletet, úgyhogy... Ezt láttam én is, hogy néztem ezt, hogy ez innen jött szerintem az ötlet, úgyhogy... Hogyne. Hát ők is néznek minket, ugye vetélytársak, a PSG és a War az vetélytárs, és a számaik azok egyre jobban közelítenek egymáshoz, és a Warnak nagyon fontos, hogy tartsa a lépés, vagy még esetleg meg is előzze a PSG-et, és most jó úton jár efelé, és ebben mi magyarok is tevékenyen részt veszünk, tehát, és nyilván pozitív értelemben. Úgyhogy ez tök jó. Itt az e-sportolókról beszéltél az Iron Man Ligával kapcsolatosan. Térjünk át itt az utolsó nagyobb témánkra, te és az e-sport, illetve az e-sporttal való kapcsolatod is. Mielőtt még belemennénk a menedzseri karrieredbe, te voltál az első azok között, akitől ilyen erős véleményt láttam Tomás Ronhaarnak a botrányával kapcsolatosan, hogy kiállt Ronhaar mellett. Te hogyan értékelted meg ezt az egész kisebb botrányt? Nehezen éltem meg olyan szempontból, hogy mivel én is voltam már céltábla, többször is magyar közösségben és nemzetközi közösségben is előfordult már sajnos, ezért tudom, hogy milyen rossz érzés úgy valakit, hogyha támadva van úgy valaki, hogy ennek nincsen alapja. És Ronhaarral is ugyanez történt. Ugye ő, most nem tudom, PlayStation-ről vagy Xbox-ról jön, de ott ugye azon régen biztos nem lehetett csalni, most nem tudom, hogy lehetett csalni, de régen nem lehetett, és ott is tönkrevert mindenkit. Aztán elkezdett liga versenyezni PC, PSG, ott is elég gyors volt, és fontosan dobókon végzett. Aztán bejutott a Pro Exhibitionre, ami ugye Lanon volt, ahol ott volt Kristóf is, meg Poradzis, meg akkoriban a legjobb ilyen ifjú növendékek, és ott is, azt is megnyerte John nélkül. És utána jött az esport, amikor már ott is nagy gyanús volt már az embereknek, hogy ott is nagyon jól megy, de mivel megvolt az előzménye ennek a jó teljesítménynek, ezért, és nézve az ő onboardját, ligafutamokon, meg olyan szemmel nézve, aki már viszonylag régen benne van ebbe az egészben, én nem láttam jelét annak, hogy egyértelműen csalás lenne az, amit ő csinál. Miközben mindenki csupán azért, mert ennyire kiegyensúlyozott az eredményes, így a semmiből, valakinek a semmiből, mert nem ismerték az elősztoriát Tomásnak, ezért azt a legkönnyebb ráhúzni, hogy csaló. Aki meg ugye vele versenyzett, vagy ellenfele volt Tomásnak, az meg ugye neki azért volt jó ezt mondani, mert akkor így a saját magáról leveszi a terhet, hogy ő miért nem volt elég gyors. Hát itt ez kellemetlen volt, az ő részéről át tudtam érezni a csalódottságát, akkor kapcsolatba is kerültünk. Őt ez nehezen érintette egyébként, mint ilyen belsős? Hát persze. Persze, most gondold el, hogy egy járó Opmeer, aki a világon a legkedveltebb, meg legnépszerűbb versenyző, ő is élő egyenes adásban bemondja a streamjébe, hogy Ronhaar egy csaló, és ezt többször is ugye megtette. Elég volt csak igazából ennyi, addig is csalózták, de mikor már Jánó is elkezdte csalózni, és akkor több százezer emberről beszélünk, mikor Jánóról beszélünk, mert nem csak a Twitch csatornája van, amit élőben mondjuk néznek 5000 vagy 10 000, vagy volt olyan PSG elfutamban, hogy 15 000 néztek nála élőben, de YouTube-ra, amit feltölt, utána a versenyekről összefoglaló, és közöttük van egy csomó tilligás, nézzétek azt is, mert tök élvezetes, ahogy kommentálja utólag a Tilliga versenyeket, szóval ott is azt több százezren látják, és ilyenkor nem néhány embernek mondod azt, hogy valaki csaló, hanem több százezernek, és ez a több százezer ember elkezdi támadni alaptalanul. Tehát igen, nagyon nehezen érintetted, főleg, hogy ugye tavaly még 16 éves volt Thomas Ronhaar, tehát egy 16 éves gyerekként megérkezel egy profi közegbe, ahol csak jól szeretnél szerepelni, nem csalsz, és ráhúzzák a vízes lepedőt, tehát ez brutális lelki erdeje van a srácnak, hogy emellett ilyen jól szerepelt már tavaly is, és idén meg ugye 1/1-be áll. Látszik az pontosan ezzel a szempontból kapcsolatosan, hogy amit itt ebben a sportágban, vagy virtuális részben, mint járnak, mert a leghíresebb pilóta mond, az mennyire egyébként fajsúlyos, akár nincs benne mondjuk a videójában, de így is több millió klip születik róla, a YouTube-on már fenn van egyből a live-jából a klip, úgyhogy... Igen, és ezzel jár egy felelősség is, amit jól kell használni, és mivel én a Nations Cup óta már ismerem Jánót, ugye már akkor is, tehát minden pilótával tartani kellett a kapcsolatot, én alapból úgy ismertem meg Jánót, mint egy korrekt, egyenes ember, különben nyilván nem is lehetne a ligámba se, de nem volt teljes meggyőződése szerintem a csalásról, és viszont ekkora követő bázissal rendelkezni, az felelősséget is jelent, és ezt a felelősséget szerintem rosszul használta, de hát becsületére legyen mondva az esport futam után, a legutóbbi esport futam után azért kiadott egy nyilatkozatot, miszerint úgy támadta Ronhaart, hogy ennek nem volt semmi alapja, úgyhogy rendezték igazából a viszonyokat Ronhaarra, ugye mind a kettő ráadásul holland, és a nézők nagy része is meggyőződött arról, hogy ő nem csaló, de azért még mindig vannak kritikusok, még mindig szoktam látni, hogy grip hard, meg hasonlók, de ez már nem számít. Akkor térjünk át 2023 nyarára, amikor csatlakoztál itt az R8G-s Haas F1-es sportcsapatához. Hogyan jött ez? Azt mondod, megkeresett téged itt a menedzsere a Haas Manigram Haas F1-es sportcsapatának, és azt hiszem így csatlakoztál, ha jól olvastam ki itt a sorok közül. Igen, egy pilótával kapcsolatban szerettem volna, a nevet nem mondanék, mert nem jönnék ki jól, de az a lényeg, hogy volt egy pilóta, akinek nem volt ülése F1-es sportra, már pedig a tempója meg volt az F1-es sporthoz, és nekem még future-ös időkből voltak kapcsolataim, gyakorlatilag majdnem mindegyik F1-es sportmenedzserével volt már valami kapcsolatom, és mivel tudtam, hogy a minden csapatnál foglalt minden pozíció, egyedül a háznál van talán még egy ülés, ezért megkerestem a háznak a menedzserét, és ő azt mondta, hogy érdekes lehet ez a pilóta számára, vagy számukra, és ő továbbított a Form 1-es részek menedzseréhez, ez volt a Bauke Tax, így kell mondani elvileg a nevét, és ő is érdeklődés mutatott, elég sokáig, hónapokig ment a húzavona, hogy most oda kerül-e vagy nem, itt nem sikerült anyagilag megegyezni leginkább, és ettől függetlenül a Bauke Tax már nyilván hallott róla korábban a felső időkből, főleg mikor nagyot mentünk Challengersbe, mert ő meg akkor a Xboxon volt a legnagyobb esport csapatnak, tehát hogy mondjam, a amatőr esport csapatnak a vezetője. Nála versenyzett Ronhaar, meg Otis Lawrence, meg Jed Norgrove, meg ilyen hasonló nevű versenyzők, akik ma a világ legjobbik közé tartoznak. És ugye a Fessel, mi ugyanebben az időszakban, akkor meg a PC-n voltunk a legerősebb amatőr csapat a világon, tehát ez talán nem túlzás ezt így kimondani, mert a legjobb magyarok között, akik most már sportban vannak, ugye Steve, Foton, nálunk volt Kristóf, aki harmadik lett Challengersen, nálunk hozzánk jött Csanakincsi, Floris Vies, aki esportoló volt korábban a háznál, meg még volt nálunk több Challengers-es versenyző is, és így figyeltek is ránk, úgyhogy engem onnan ismertek, és mondta a Bauke, hogyha már nem jött össze ez a transfer a versenyzővel, attól függetlenül szeretnék-e menni versenymérnöknek a házba. És akkor ezt átgondoltam, és végül is mondtam, hogy mivel én mindig csapatban dolgoztam, ezért csak én úgy szeretnék menni, hogyha néhány embert hozhatok a közvetlen csapatomból a házba, és akkor az egyik ilyen volt Jani, a másik pedig Foton. Mind a kettőjüket megneveztem, és utánuk néztek, beszélgettek velük, stb. És akkor jöhettek. Foton ugye akkor még mint fejlesztő pilóta, development driver, de hát Fotonnak nyilván voltak olyan eredményei korábbról, éveken át, ami miatt jöhetett. Szóval nem mondok egy nevet, Dani Macsala hiába kérni tőlem, hogy szeretne jönni a házhoz. Nem tudom eredmény nélkül vinni magamhoz, Fotonnak meg volt az eredménye. Úgyhogy tudtam őt is vinni magamhoz, és akkor így mondtam, hogyha ők jöhetnek, akkor én is szívesen jövök, és akkor így mentünk együtt hárman a házhoz. Hogyan kell elképzelni egy ilyen versenymérnök feladatát, egy ilyen e-sport adat? Aki esetleg nincs benne ebben, ezt hogy tudja a legjobban elképzelni a valós F1-hez képest általánosságban, vagy úgy csak úgy el akarom képzelni? Hát gyakorlatilag nyár közepén csatlakoztam a házhoz, és mivel akkor még nem volt esport naptár, ezért a felkészülést a PSG-re alapoztuk. PSG-en ott volt az összes esportoló, ott tudtad lemérni gyakorlatilag, hogy hol tartasz a felkészülésbe. Úgyhogy mikor kiadják az új játékot, akkor mindenki tesztelgeti, indul ilyen olyan ligába, meg versenyez egymás között, és a PSG-el első szezonja az új játék az mindig a legjobb fokmérő a felkészülésben, hogy hol tartasz, és akkor mikor megérkeztem, akkor az volt, hogy volt egyetlen egy pihenőnap a héten, volt 2-3 nap, amikor setupolni kellett, ez leginkább Janinak volt a feladata, a versenyzőkkel együtt gyakorolni, de közben magánfeladatok is ki vannak adva, amikor versenyzőknek különböző komitipusokon maguknak kell az üres pályán menni. Ez nekünk azért fontos, mert adatokat és információkat nyerünk ki a megfutott stintből. Én ezeken a napokon, amikor nincsen csapattal verseny, se ligában, se egymás között, akkor ezeket az adatokat elemzem, és ez alapján felállítok 4-5 lehetséges stratégiát, hogy mi lehet valószínűleg a jó arra pályára. Akkor utána a héten van még egy közös csapatverseny, amivel felkészülünk a PSG futamára, és ott leteszteljük, van az egy házba és az Alfa Romeo ugye közösen versenyzők, és még vannak fejlesztő pilóták is, és így összesen vagyunk 8-10 versenyzők, akik mennek egymás között, és mindenkinek kiosztunk különböző stratégiákat, és akkor meglátjuk, hogy nagyjából melyik lehet a legjobb stratégia azok közül, amit még gondoltuk jó stratégiának. És utána megjön a PSG futam, vagy jött a PSG futam, ahol meg azt a stratégiát alkalmaztuk, és így ment le az előszezon, hál' Istennek jó eredményekkel, mert miután a házhoz érkeztem, akkor sikerült egy pár jó eredményt elérni. Nyertünk Belgiumba, Alfie Bacserrel, ott pályán dobogon végeztünk, hulásozöldörömmel, Sainzen kívül még Ulással Imolában szereztünk egy második helyet, vagy harmadikat, szerintem másodikat, meg még volt valóban egy dobogónk, szóval nagyon jó előszezonunk volt, és ez azt is jelentette, hogy jól csinálunk valamit akkor a felkészülés alatt. Utána megkaptuk az esport naptárat, és akkor kőzerővel gyakorlatilag ugyanebben a metódusban, csak több volt egymás között a versenyzés, készültünk az esport versenyre, és rengeteg adattal, információval, elképzeléssel, stratégiával kell ilyenkor dolgozni a versenyzőknek. Igazából ilyen szempontból az a jó, hogy neki csak egy dolgok van vezetni. Tehát mi kitaláljuk, hogy mit kell csinálni, mikor kell kijönni a boxba, milyen gumin kell kezdeni, mennyi üzemanyagot kell használni, mennyi elektromos energiát kelljen használni melyik stádiumban a versenyen. A versenyzők ezt közöljük, és nekik nyilván, mint a világ legegyszerűbb dolga lenne, csak végre kell hajtani, nyilván nem az, de igyekszünk levenni ezzel a versenyzőkről a terhet. Volt már ebből összetűzés esetlegesen, hogy egy versenyző nem teljes mértékben a konszenzus abban, hogy azt kell csinálni, amit itt legtökéletesebbnek, vagy van aki esetleg akaratosabb és a saját fejünk után megy a verseny? Van sajnos, és ez nagy szívfájdalmam, hogy van ilyen, mert mindenki azért van ott, abban a pozícióban, tehát most gondolj bele, hogy e-sportba összesen 30 versenyző juthat be, abból 20 versenyezhet, és van nagyjából ilyen 10-12 versenymérnök, tehát gyakorlatilag mindenki, aki ott van, azért van ott, mert a világon abban a legjobb. Tehát, hogyha én most beleszólnék abba, hogy versenyezzen a versenyző, hogy vegye a kanyarokat, az szerintem ugyanolyan hiteltelen, mint mondjuk a versenyző azt mondja, hogy hát nem a 10. körbe kéne kiállni, hanem a 12-be, mert az biztos jó. Mindenki azzal dolgozik, amivel minden nap foglalkozik, tehát abban kell, hogy jó legyen. És nagy szívfájdalmam, és most beszélek itt nyilvánosság előtt először erről, de hát most már a múlt, hogy soha nem volt ilyen közöttem és a versenyzők között, de lehet, hogy nyilván a nagyobb tét miatt lett ez így, pont az esport utamon történt ez meg a felkészülés alatt. Én úgy építem fel a stratégiát, nem csak az adatokra kell támaszkodni szerintem, hanem, és lehet, hogy más versenymérnök másképp csinál, hanem a pilótáknak az erősségeire és gyengéire is tekintettel kell lenni. Ugye mit tudsz csinálni egy versenyen, vagy elévágsz a mezőnynek korai kiállása, és akkor végén neked van a szarabb gumid, és azon meg védekezel, vagy mögévágást csinálsz, tehát az azt jelenti, hogy később jössz ki a boxba, a mezőny végére kerülsz, de kihasználod a gumi előnyödet, és végelőzgetsz mindenkit, és megéred a futamot jobb esetben. Most az én pilótáim, mondhatom, mind a kettő ugyanolyan, hogy hát, ha követtétek a PSG-t, akkor láttátok, hogy versenyszituációban húznak elég rossz döntéseket, tehát mikor test-a-testeni a harcban szerintem nem tartoznak a legjobbak közé, és lehet, hogy ez azért van, mert nincs olyan sok tapasztalatuk még, hiszen újoncok mind a ketten, hogy lehet, hogy egyszerűen a képességeik ilyen. Minden esetre én abban hiszek, hogy nekik sokkal jobb, hogyha elévágunk versenyzőknek. Ez azt jelenti, hogy a lehető leghamarabb ki kell jönni a boxba, jó pozícióba kell kerülni, és azt a pozíciót meg kell tudni tartani. Mert ha azt választjuk, hogy később jön ki a boxba, friss gumi előnyét úgy tudod kihasználni, hogy megelőzöl 5-10 versenyzőt a pályán, ami nem egyszerű. Most, hogyha hirtelen fel kell sorolni 3 embert, hogy ki tudja ezt nagyon jól kivitelezni a világbajnoki mezőnyből, akkor ez Jani, Opmeer, mondjuk egy Ronhaar, és már lehet, hogy meg mondjuk egy Blakely, és akkor maximum még egy Rasmussen. Mondtam most 4 embert, mert hirtelen nem is, tehát ahhoz nagyon jó képességeidnek kell lenni, hogy ilyen sok előzést meg tud csinálni, hiba nélkül, és elég elektromos energiával. És az a lényeg, hogy Bahreinbe gyakoroltunk, mikor elkezdtük a felkészülést, akkor csináltuk pár versenyszimulációt már az elején, és a 10. volt egy olyan versenyszimuláció is, ahol a 10. körbe kellett kiállni, és ugye ilyenkor mindig megbeszéljük a futam után, hogy a tesztfutam után, hogy milyen érzés volt vezetni, stb. És az volt Alfie Bacsernek a válasza erre, hogy hát ez vezethetetlen volt a végén, nagyon rossz volt, ugye a 75%-ot is átléptük, ilyen 76 vagy 77%-on végzett a gumikkal, és hogy ezt ne erőltessük. Jó, ment még 2 hétig vagy 3 hétig a felkészülés, és jobb volt a pilóta. Egyszerűen jobban kezelte a gumikat, jobb lett a setup, stb. És akkor mondtam, volt még közben pár tesztverseny, tehát mentünk 11 körbe, kiálltunk 12. körbe, csináltunk mögévágást is, megcsináltunk mindent. A 10. kört azt nem gyakoroltuk, mert ugye a legelején azt mondta, hogy szerintem ez nem jó, meg nem szeretni. És akkor az utolsó héten, még volt egy hét a világbajnokságig, és mondtam neki, hogy Figyelj, én átelemeztem az adatokat, én azt gondolom, hogy javultál annyit, hogy ha kipróbálnánk a 10. körbe, aki állna, mennénk még egy tesztverseny pluszba, akkor lehet az lenne, szerintem az lenne a legjobb stratégia e-sporton, elévágásra. És mondta, hogy hát ő már nem szeretne tesztversenyt menni, meg ez egy közös megbeszélés volt a csapattal. Hogy ő már nem szeretne tesztversenyt menni, most már egy hét van a világbajnokságig, most már fókuszáljunk csak az időmérőkre, mert úgyis ott dől el minden, stb. Stb. És igazából a menedzser pedig igazat adott neki, kitartott mellette, vagy nem tudom, pedig ott szerintem mellé kellett volna álljon. Lényeg az, hogy nem mentünk még egy 10. körös kiállásos tesztversenyt. Mit ad Isten, jól sikerül a kvalifikáció, biztos láttátok, 3. helyről indult Alfie Bacser, és akkor ugye el kellett dönteni a stratégiát. Hát ugye Ronhaar indult a polból, Dani második helyről, nagyon jól eljöttünk a rajtnál, ugye az volt a kérés, hogy csak ott nem menjünk bele semmi hülyeségbe, akkor is veszítünk egy pozíciót, de nem veszítettünk szerencsére. Elsőnk is végig volt, és azt beszéltünk, hogy vagy a 11. vagy a 12. körbe állunk ki. És elérkeztünk már a 9.-10. körig, Nicolas Logé mezőn közepéről 9. vagy 10. helyről kiállt a boxba, ő egyedül. És akkor mondta Alfie futam közben, hogy az lenne a lényeg, hogy szeretné, hogyha nem vágna elé senki se. Hát most akkor mit tudok tenni? Akkor nem a 12. körbe hívom ki, hanem a 11. körbe. 10. körre ő azt mondta, hogy semmiféleképpen nem akarja csinálni. Csak hogy az volt az egyetlen ilyen feltétel, hogyha szarul állunk és muszáj kockáztatni. De hát nem álltunk szarul, 3. voltunk. Ilyen szempontból nem kellett kockáztatni, és akkor 10. körben nem álltunk ki, és akkor láttam, hogy mögülünk kiáll 2-3 autó. Nyilván tudtuk, meg 2 másodperces az elévágás, nyilván tudtam ott, hogy legalább 2-3 autó közén kerül, lehet, hogy 4 is. Longéval együtt 4, ő a 9. körbe jött, de nem állt ki egyébként se Ronhaar, meg se Dani nem állt ki, akkor gondoltam, hogy nagy baj nem lehet, hogyha ők se álltak ki, akkor lehet, hogy ők is rossznak vélik a 10. körös kiállást, és lehet, hogy többi pilóta, akik kiállt hamarabb, azok meg fognak halni a végére. És az történt, hogy mi kiálltunk a 11. körbe, visszajöttünk kb. A 7. helyre, a 3-ról, és egyszerűen, ahogy mondtam, vannak olyan pilóták, akik nem tudják kihasználni a mélyük frissességét, vagy nem olyan jók az egy elleni csatába, és hát hiába próbálkozott, 2-szer vagy 3-szor is megelőzte Bacser Danit, de Dani mindig visszaelőzte, meg előtte volt Opmeer, ő is segített neki, zárta az éveket előtte, tehát nem tudott, hogy bevetődni mélyen belső éven. Amikor meg volt, akkor Káreton akadt fent, és akkor visszaesett Káreton meg Dani mögé. Egyszerűen úgy végeztünk, hogy a 3. helyről visszaestünk a 7. helyre, mögöttünk meg már ott jöttek a verseny végén az overcutosok, tehát akik mögé vágtak, sokkal frissebb 5-6 körrel frissebb gumikkal, és ilyenkor abban a helyzetben a legrosszabb lenni, hogy te vagy az első 11. körös boxkiálló, vagy 10. körös. Mert akkor téged falnak fel először. És ugye ez történt velünk is, hogy szépen sorban csak veszítettük a pozíciókat, és végül a 9. helyen végeztünk. És nagyon hosszan fejtettem ki a véleményet, de hogy lássátok a profi világban is hogy működik, meg egy világbajnokságon is hogy működik. Egyszerűen egyetlen egyszer történt ez meg, hogy a versenyző egy kicsit ellenkezett velem, és nyilván nekem a legfontosabb visszajelzés, a pilóta visszajelzés, tehát hogy ő azt mondja, hogy vezetetlen meg szar, akkor nem mondhatom azt, hogy na mégis mindenképpen aztán most tűzön vizen át erőltessük ezt, főleg a menedzser is azt mondja, hogy ne csináljuk, hogyha nem akarja. Tehát igen, ez volt az egyetlen. Tehát PSG-be is úgy nyertünk, hogy ott egyedül volt ott is versenymérnök, hogy egy ugyanilyen stratégiát találtam ki Spa-ba, és mind a 2 versenyző került, a 4.-6. helyről első-második helyre kerültünk, és úgy nyertük meg a futamot egy ilyen stratégiának, és Imolában is ugyanez volt a helyzet, hogy úgy került a dobogolás, hogy nagyon hamar kihívtam, és meg tudta tartani a pozíciót, és Bakrényben is ezt kellett volna csinálni. Nem jött össze, hozzáteszem még így is, hogy 11. körbe kijöttünk, még így is volt 2-3 olyan pontja a versenynek, mondjuk a 17. körben, jól emlékszem, ahol megelőzött 2 pilótát Alfie, csak aztán rosszul gyorsított ki az egyes kanyarból, és elveszítette azt a 2 pozíciót. Tehát még így is lehetett volna dobogón végezni, csak ez volt a nehezebb út, amit nem akartam bevállalni azért, mert tudom a versenyzőimnek az erősségét, meg a gyengeségeit is. Ez, amit utat ő szeretett volna, ez nem az erőssége. Röviden ennyi. Persze, ilyenkor mindig a versenymérnök a felelős mindenért, és nyilván nem volt nagy boldogság a csapaton belül. Még a célunkat elértük, mert pontszerzésért jöttünk, tehát nekünk az volt a minimális célunk, azt elértük, csak nyilván harmadik helyről nem jó érzés visszaesni a 9. helyre, és nyilván a gumikopása olyan lett a végén, a 11. körben olyan 66%-os volt a gumikopásunk, és kérdezte a menedzser, hogy akkor miért féltünk. Hát mondom, oké, csak Longé kiállt a 9. körbe, és kb. Egy másodperccel mentünk lassabb időket, mint amiket kellett volna, mert ő annyira óvta a gumijait, hogy be tudja fejezni a futamot. Ezért lett ilyen rossz a gumikopásunk. Ha kijövünk a 10. körbe, ez a gumikopás lett volna üres pályán szinte, mert akkor nem lett volna előttünk senki, első helyre jöttünk volna ki. Ugyanolyan gumikopásunk lett volna, mint a tesztversenyen. Tehát akkor kockáztattunk is volna, de összességében én szerettem volna a 10. körbe kijönni. Nem tudok erre mit reagálni, olyan kompletten elmondtad, és egyetértek. És megértem ezt a fajta frusztrációdat ezzel kapcsolatosan. Reméljük majd legközebb ezzel kapcsolatosan jobban sikerül, és jobban hallgatnak a megérzéseidre. Tanulunk, mindenki tanul, lehet hibákat elkövetni, én is követek el hibákat, meg nem mondom azt, hogy az én szempontomból egyébként meg tökéletes volt ez a verseny, mert lehet, hogy nekem is több információt kellett volna. Ugye én két versenyzőt félek ilyenkor egyszerre, Ulást is néznem kell, Alfit is néznem kell, Ulással is beszélnem kell, Alfival is, és ilyenkor ugye egy Discord csatornán vagyunk, és akkor ott miközben történik minden, meg a másik monitoromon még ott van az egész telemetria is, ahol ugye néznem kell a dolgokat, ekközben ugye döntéseket is meg kell hozni, és ugye a versenyzők süketítve vannak a futam alatt, és mindig csak azt süketítem ki, akihez beszélek. Tehát én nagyon multitask ez a pozíció, és azt az én részemről fel tudom róni magamnak, hogy lehetett volna több információt adni egy-egy előzésnél, hogy akkor most használj több ES, ne spórolj az ES-re, muszáj megelőzni, stb. Szóval biztos voltak ilyen mulasztásaim, meg én nem mondom azt, hogy én tökéletesen végzem a feladatomat, de az, amivel szerintem meg lehetett volna nyerni ezt a versenyt, vagy legalábbis dolgokat végezni, ráadásul lásd Ronhaart, aki ugyanakkor állt ki, mint mi, 6 vagy 8 tizeddel voltunk mögötte, tehát ott voltunk rajta gyakorlatilag, ő megnyerte a futamot 6 másodperc előnnyel. Tehát még így is meg lehetett volna egy jó, nagyon jó eredmény, csak hát Alfie Bacser nem Thomas Ronhaart. Ezzel csak azt gondolom neki, hogy már Ronhaartnak már van egy éves tapasztalata, meg ő jó ezekben a szituációkban, hogy jobb, mint Alfiát. Alfinak, hogyha visszaemlékszel PSG-re, úgy nagyot ment az interneten, amikor Danit kiütötte Japánba, Opmérnek neki ment Abu Dhabiba, meg voltak ilyen hasonló manőverei. Erről már nagyon híressé alapvetően. Igen, és ebből kellett kirángatni az embert. Tehát megérkeztem, és akkor én erre jöttem meg, hogy ilyen nem kívánatos személy a communitybe, és akkor onnan ugye még mentálisan is dolgozni kellett vele, hogy ne legyen maga alatt, hiába támadják, meg gyors, én mondtam neki, ne változtasson semmit, csak kevesebbet kockáztasson 1v1-be. Itt tartunk. Azért sokat fejlődött, azt meg kell mondani. És Red Bullja meg kiváló. Mi a véleményed az e-sportnak a jelenlegi helyzetéről? Ezzel a egy kisebb botránnyal indult itt az e-sport szezon idén. Egyrészt csúszatva is, másrészt meg elmaradt az első futam, ráadásul mert nem volt érvényes az első futam, a második forduló pedig elmaradt. Tudsz-e valamit a jövőjéről esetlegesen azoknak az embereknek mondani, akik várják, és esetlegben milyen ez belülről megérni ezt a fajta összevisszaságot? Hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert ugye egy jó hosszú felkészülés volt előttünk, ugye az e-sport szezonok szeptember közepén szoktak kezdődni, ez november végén kezdődött, tehát, és a játék meg hamarabb jelent meg, mint eddig, mert ilyen júliusban, meg augusztusban jelent meg, vagy hát legkésőbb július közepén végén. Most már megjelent már júniusban a játék, az azt jelenti, hogy júniustól novemberig ez gyakorlatilag felkészülési idő volt, és szinte minden nap felkészüléseket tölteni. Egy rohadt hosszú felkészülés után, amikor már alig vártad, hogy kezdődjön a Forma 1, majd a világbajnokság, akkor megérkezel a világbajnokság helyszínére, Jönköpingbe ugye, és akkor utána megint ugye behizgulsz úgymond, hogy ott vagy, ez egy nagy kivetítő, ez egy nagyon profi szervezés, kialakítás, tényleg nagyon jól nézett ki az egész, hogyha valaki látta, akkor tudja, miről beszélek. Ott is készültünk 3 napot, vagy 2 napot, azt hiszem, szerda-csütörtökön. Igen, szerda-csütörtökön felkészüléssel telt el az idő, be kellett állítani a playsheetet, be kellett állítani a mérnöki asztalt, mindennek klapolnia kell, valaki cserélt pedált, stb. Stb. Meg ott a lados helyszínen kellett gyakorolni. Szóval két hosszú nap után, a harmadik nap mentünk izgatottan a versenyre, és akkor eljött az idő, nem tudom, 2 óra, léptünk volna befelé, és akkor szólt a menedzser, hogy nem lehet bemenni a versenyzői területre. Hát és kérdeztünk nyilván, hogy miért nem, hát ők nem beszélhetnek erről, és akkor csak várjunk, és akkor ott vártunk órákat, aztán valaki szedett valami információt, hogy valami szerződése vagy megállapodással nincsen minden rendben, és valószínűleg nem lesz verseny, és akkor úgy mentünk haza az első napon vissza a szállásra, hogy nem volt verseny. És lehet, hogy a másik nap se lesz. Másik nap megint kimentünk, megint időre, 2 óra, mindenki pozitív volt, hogy lesz verseny, stb. Megint mondták, hogy na, nem mehettek be, nem biztos, hogy lesz verseny. Na hát, megint, tudod. Most akkor itt mi van? Lement egy több hónapos felkészülés, ott is elutaztunk egy hétre, tényleg apait, anyait beleadtunk, és akkor nem fog versenyezni, és akkor 10 menedzser összeült, valami megoldást találtak, és akkor mondták, hogy beülhetünk, és akkor versenyezhetünk. Szóval az nagy megkönnyebbülés volt, hogy legalább egy verseny lefutott a világbajnokságban, hogy mérhetetlenül profi volt, tehát nem tudom, tehát nyilván évekig követtem a világbajnokságot, akkor is, mikor LAN volt Londonban, de ott lenni teljesen más, meg nyilván mikor tétje is van a dolognak számodra, akkor égoly más. De összességében nagyon jó kvalifikációnk volt, nagyon örültünk neki, és a verseny miatt egy kicsit szomorúak voltunk, de azért csak pontokat szereztünk. Ulásnak egyébként róla nem beszéltem neki. Fék problémái voltak egész végig, neki V3-as fonatekje van, és nem sikerült ezt megoldani, úgyhogy nem tudott jól versenyezni magabiztosan, úgy, ahogy otthon. Úgyhogy igazából nagyon jó volt, így utólag még ezzel a mizériával együtt is az az egyfutam, meg az egész élmény ott. Ráadásul úgy, hogy a testvércsapatunk az Alfa Romeo nyert Ronhárral, ugye mi együtt vacsoráztunk, együtt szórakoztunk esténként a két csapat, úgyhogy nyilván örültünk az ő sikerüknek is. Mi R8G csapat vagyunk igazából, az csak kívülről látszik, úgyhogy Haas meg Alfa Romeo, mi egy csapat vagyunk. Az nem azt jelenti, hogy segítjük egymást a pályán, mert nem egymás ellen harcolunk, de minden másban együttműködünk, együtt készülünk fel. A jövő hét pedig nem tudom, őszintén szólva, be volt jelentve a második forduló, ugye december 13-ára vagy 14-ére. Készültünk, ugyanúgy felkészültünk, mint az első fordulóra. Meg volt a repülőjegyünk, Stockholmban lett volna a második forduló. Indulás előtti este szóltak, hogy nem kell menni, mert nem lesz forduló. Szóval elég rossz volt, meg elég hülyén jött ki. De nyilván már volt bennünk egy ilyen érzés, mert már azon a délután már szóltak nekünk, hogy úgy készüljünk, hogy lehet, hát megvan a repülőjegy, megkapta, meg minden, hogy lehet, hogy jön olyan hír, hogy mégse kell menni, akkor ebben már gondoltuk. Mindenki bizakodó volt egyébként, Steven is, ugye magyarokkal beszélünk, ugye 6 magyar van ott az esporton, 4 versenyző, meg 2 versenymérnök, és mindenki pozitív volt, hogy lesz, meg mit tudom én, de aztán nem lett, úgyhogy ez csalódás. És hivatalosan nem beszélhetnék róla, de egyébként ezen a héten lenne a következő forduló. Várjuk, hogy mi lesz. Én nem úgy készülök, hogy megyünk. 12 és 13, vagy 13, 14, valahogy így. Vagy, hát valahogy, nem, most nem akarok hülyeséget mondani. De lényeg, hogy azt hiszem, hogy ezen a héten kellene utazzunk, de ezt mindjárt megmondom neked. De hát nem fogunk szerintem. Nehezen éljük meg, főleg, hogy mi se kapunk 11-13. Nehezen éljük meg, mert ugyanúgy készülünk most is a pályákra. Ez a legnehezebb nekünk, hogy azt se tudjuk, hogy mi történik a háttérben, hogy mi miatt nincsen, csak találgatunk, hogy mi miatt nincsen, meg mi a probléma, meg lesz-e, nem lesz. Valószínűleg most úgy néz ki, hogy nem lesz, mert nem mondták, hogy megyünk, de attól még készülnünk kell. Mert ha lesz, akkor meg nem lehetünk ott felkészületlenül, érted? Abszolút. Most megint helyszín lenne egyébként alapvetően, vagy most... Mindig, végig, igen. Tehát most nekünk a harmadik fordulóra kellene készülni, és ehhez képest volt egy fél forduló. Tehát ez így kellemetlen, de nyilván ez a része nem olyan jó, de ahonnan, és most visszakanyarodok az interjú legelejére, hogy ahonnan indultunk, hogy online szervereken csatázgattunk, én, Jani, Kákóci Pista, meg Pár Bence, egymás ellen, és most arról beszélünk, hogy itt vagyok egy igazi Forma 1-es csapatnál, meg a világbajnokság azért már csak ott voltam egy futamon, tehát hivatalosan én vagyok az első magyar versenymérnök, azért ezek jó dolgok, meg én úgy vagyok vele, hogy ezeket itt már sikerült elérnünk, és igazából minden más csak a ráadás. Persze jó lenne menni következő eventre, meg következőre, hogyha lesz, meg gondolom csak lesz előbb-utóbb, de összességében olyan szempontból már elégedett vagyok, hogy nyilván kellett egy bizonyos jó teljesítmény, mint hogy a versenyzőktől, ugye a versenymérnököktől is, hogy oda kerüljön, mert ugye itt mindenki ismer mindenkit a communityn belül, meg e-sporton belül, itt senki nincs ott érdemtelenül, úgyhogy ez a rész ez jó érzés. Hogy ez így már megvan hivatalosan is, meg is éltem egy fordulót, de nyilván ez meg csalódás, hogy én nem így képzeltem el az első szezonomat, hogy ilyen mizériák vannak, de hát ez van. Mi csak csináljuk azt, amit engednek, hogy csináljunk. Hát a szerződésünk köt, úgyhogy vannak olyan dolgok, amiről szerintem nem is beszélhettem volna. Külön a csapat is megkérdezi, szerintem magyarul nem fogják megnézni ezt az interjút. Ugye van egy titoktartási szerződés is, van egy sima szerződés, ami a Haashoz köt, meg van egy titoktartási szerződésem, ami a helőédi az, hogy különböző dolgokról nem beszélhetek, és ha mégis beszélek, akkor nagyon sok pénzt kell fizessek, úgyhogy nem mondjátok el senkinek. Minden ez a mi titkunk marad, mindenki, aki esetlegesen megnézi. Ez egy szép keretes szerkezet volt itt a végére. Itt utolsó kis light záró kérdésnek azt tenném fel neked, hogy mit gondolsz, mit ajánlasz annak a pilótának, aki te, mint ilyen veterán tagja itt a magyar Forma 1-es közösségnek, aki azt gondolja magáról, hogy és nagy vágyai vannak azzal kapcsolatosan, hogy esetleg az F1 e-sportban szerepeljen, hogyan kezdenéd el a felkészülést, vagy hova jelentkeznél itt, akár Magyarországon, akár egy külföldön belül ligákba, vagy hogyan indulnál el ez az utat? Én azt mondanám neki, hogy sokat, aki most kezdi, most azt kérdezed, nem? Aki most kezdett el Forma 1-en játszani. Hát vagy most kezdett el, vagy komolyabban akarja venni, vagy hát így összességében, aki még nincs ilyen félprofi szinten. Vannak lépcsőfokok, amiken végig kell menni szerintem mindenképpen. Az első az, hogy menjél gyorsan, tehát legyél, versenyezzél TT-be, leginkább az összes pályán kerüljél 1000-be, 100-ba, 50-be, minden jobb helyezésre. Utána, ha ez már megvan, akkor multiplayer lobby, az elkerülhetetlen open lobby-ba menjetek játszani, mert ott tudjátok nem az üres pályás, hanem csatákat gyakorolni. Mert azért nem mindegy, hogy egy üres pályán mész, vagy ellenfelekkel, teljesen máshogy kell helyezkedned, versenyezned, meg gondolkodnod előre a kanyarokra. Ha ez megvan, és már ott is, ha nem ütnek ki, akkor sokszor jó helyen végzel egy jelsz, akkor jelentkezz egy ligába, mindenképpen ajánlok 2 ligát is, akkor itt az egyik a HML, ott Bercit kell megkeresni, ő a HML-nek a tulajdonosa, most indul azt hiszem valamikor ligájuk, azt mondta a Berci talán, és a másik liga az pedig egy új kezdeményezés, és többnyire olyan versenyzők vannak, és nagyon-nagyon jó versenyzők, akik az én ligámban állandó versenyzők, vagy tartalékok, amatőrökről beszélek. Tehát olyanok vannak ott, hogy Icu, Üveges Kristóf, Vencel Szabolcs, Attila, B. Dani, Elekes Bálint, és még sorolhatnám végtelenség itt a neveket. Mindjárt mondok egy-két nevet az állandók közül, akik nálam vannak. Szegnográcki Dániel is ott van például, Eisner Norbert is ott van, ha jól emlékszem, meg Illés Bence is ott van. Tehát most itt csak a T-liga krémjéről beszélek, mondjuk itt az amatőrök közül, de tényleg nagyon sokan és nagyon jó liga, és kértek is, hogy segítsek nekik. Ez pedig az F1 Champions League. Most nem tudom, hogy találjátok meg őket, de írjatok rá Szenográcki Dánielre, az én csatornám, vagy Discord csatornámon, és akkor lehet hozzá jelentkezni. Kértek egy-két dolgot tőlem a srácok, úgyhogy lesz átfedés a T-ligával. Ott, aki a legjobban szerepel, az a T-ligában adó helyet fog kapni. Ezt kérték tőlem a srácok, és elnézve így a mezőnyt, így igazából érdemes annak a bajnokságnak a győztese egy ilyen pozícióra. Még akkor is, hogyha T-ligában most tényleg nagyon nehezen adok ki egy helyet is, mert nagyon nehéz tényleg most bekerülni. Ezt a két ligát tudom ajánlani, az MPL-t már nem foglalkozik Forma 1-jel, úgyhogy őket nem tudom ajánlani. Ide jelentkezzetek, és hogyha már itt is jól szerepeltek, akkor szerintem érdemes World-ba vagy PSG-be jelentkezni, és felmászni a ranglétán először, ahova kerültük, mondjuk a 5. ligába, és utána minden szezonnal egyel feljebb legalább. Ha elég ügyesek és jók vagytok, akkor elkerülhettek e-sportba. De semmiképpen ne tegyétek rá az életeteket. Mert ahogy mondtam, több százezer ember szeretne e-sportról lenni előbb vagy utóbb, de csak 30-nak sikerül, úgyhogy kicsi rá az esély. Minden ne tegyetek fel rá, de ha ügyesek vagytok, akkor sikerülhet. Hát hölgyeim és uraim, Timbó Zsolt, alias Timbó volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és egy igazán tartalmas, és szerintem sok mindent érintettünk ezzel a beszélgetéssel kapcsolatosan. Én élveztem ezt a beszélgetést, úgyhogy nem tudom, te hogyan értékeled itt ezen epizódot. Én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm azt is, hogy hostja vagy ennek a podcast sorozatnak. Ugye nem titkolt cél és szándék, hogy az e-sport legnagyobbjai vagy legjobbjai szerepeljenek ebbe a podcastból, minél több érdekes dolgot megtudhassatok a magyar és a nemzetközi Forma 1-es életről, úgyhogy PSG-t, ahogy a köztudatban itt szerepel, Puskás fiért láthatjátok többször, majd több sportolóval való interjúban, úgyhogy kövessétek azokat is, és iratkozzatok fel, nagyon fontos. Így van. És a Discordon megtaláljátok Szanográckit, hogyha csatlakozni akartok a likához. Igen, meg Bercet is megtaláljátok. Így van, úgyhogy a Discordot is mindenkinek ajánljuk ezzel kapcsolatosan, és akkor egy következő epizódban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Itt van a pitbull.